Különféle kedvezményekkel segítik a pedagógusokat pécsi vállalkozók. A közösségi médiában szervezett akcióhoz eddig 15 cég csatlakozott. Van köztük fodrász, optikai és számítástechnikai üzlet is. 16-ként a pécsi önkormányzat tulajdonában lévő állatkert is csatlakozott. Ez a számítástechnikai vállalkozás az egyike azoknak, melyek csatlakoztak a kezdeményezéshez. A cég egyik tulajdonosa elmondta, miért érzi fontosnak a segítségnyújtást. Általános iskolás gyerekem van, és napi szinten látom én is azt, hogy milyen szinten nincsenek a pedagógusok megbecsülve, sem anyagilag, sem erkölcsileg, vagy hogy fogalmazzak, és szerettünk volna a politika helyett mi egy kicsit, hogyha tudunk ebben segíteni. Az akcióhoz csatlakozó cégek különféle kedvezményeket adnak a pedagógusoknak. Abszolút non-profit az egész kezdeményezés. Jelenleg 15 kisebb vállalkozás, köztük fodrászat, optika, rőfös csatlakozott eddig a projekthez, illetve a 16-ként az önkormányzati fenntartásban álló pécsi állatkert is, aminek nagyon-nagyon örültem. A PDS pécsi ügyvivője szerint szép gesztus a kezdeményezés, azonban egy-egy ilyen akcióval nem lehet a pedagógus bérek rendezését elodázni. Nagyon szolidáris megnyilvánulásnak tartom, és nagyon örülnék neki, hogyha tényleg lennének sokan cégek, akik ehhez csatlakoznak, de azt hozzá kell tenni, hogy ez semmiképpen sem helyettesíti, semmiképpen sem pótolja a kormányzati intézkedést. Az akció főszervezője azt mondta, örülne, ha országos mozgalommá válna a kezdeményezése. Ő addig is helyben keres partnereket, akik így segíthetnének a pedagógusoknak.